Görbült idő, álom szembeszél, már rég sejthető, hogy az élet miért válaszít. Szerepet játszottál, elém is fáradhattál, álmunk szélbe szórt a szét. Miért vonz ismét a szét? Miért kell, ha így fáj? Csak háttérzaj, csupán minden mosoly. Tudom, mást jelent, nem küldhetsz el, nem, már más vagy neked. Játszol, ha úgy is átlátszol, s az összezár. Miért vonz és miért taszít? Miért kell, ha így fáj? Ha így fáj, ha így fáj, miért küld el, ha vissza? Várat hangom, csak háttér zaj. Miért volt és miért a szív? Miért kell, ha így fáj? Ha így fáj, ha így fáj, miért küld el, ha visszahív? Várat hangom, csak háttérzaj, csupán. Závodi Marcell, Berkes Olivier, gyertek, fiú! Rendben volt. Csak egy kérdés, csak erre a műsorra alakultatok így alkalmi párosként, vagy esetleg várható folytatás is együtt? Szerencsére nem. Szerencsére nem. Akkor még várható folytatás, remélem így lesz. No, kedves zsűri, Miki, légy oly kedves, értéked a látott hallottakat. Na hát, nagyon örülök, hogy ezt láthattam. Én emlékszem arra a pillanatra, amikor először hallottuk, ugye mi majdnem 300 dalt hallgattunk végig, és ott eléggé különböző minőségűek voltak. És emlékszem, hogy azonnal felkaptam a fejemet, hogy milyen minőségű zene szól. Tehát szerintem egy nagyon komoly produceri munka van, iszonyú jól ki van dolgozva maga a zene. Úgyhogy javaslom is igazából, hogy az interneten érdemes meghallgatni, tehát az sokkal jobban talán átjönnek ezek az ilyen részletek. Ugye az van, hogy engem az is meglepett, ugye, hogy az Olivér a tavalyi adásban szintén volt, és ez nekem általános probléma az ilyen tehetségkutatókból indult fiataloknál, hogy nagyon sokszor nem tudom, hogy pontosan ki ő maga. És itt az, hogy a tavalyiban az inkább egy ilyen, inkább Walt Disney-szerű valami volt, itt pedig egy kifejezetten mély és kifejezetten izgalmas anyag volt. Szóval én azt hiszem, hogy remélem, hogy ez egy olyan lépcső neked, ahol te is mondjuk jobban érzed magad, és úgy érzed, hogy jobban megtalálod, ez majd eldől a jövőben. Nekem egyébként a vokálok nagyon izgalmasak voltak az eredeti felvételben. El tudom képzelni, hogy ennek szakmai okai voltak, hogy most nem akartatok bevállalni, hogy azt tudni, hogy a vokál részét azt mindig élőbe kell produkálni, lehet, hogy ez volt a háttérben, nem tudom, szóval kifejezetten jó volt. Pont egyébként a vokál miatt nekem, amikor falzetre váltasz magas hangra, itt egy kicsit funkciótlannak érzem, bár most egyébként éppen eléggé működött, mi ugye látjuk a próbákat is. Annyit akartam csak így a végére hozzátenni, hogy nagyon örülök, hogy itt vagytok, ezt szívesen támogatom végig az egész műsor alatt. Köszönjük szépen! Karamell, így a
külsőd miatt ilyen kicsit én dal ellenőrnek nézel ki. Várom, hogy mondta, hogy hangjegyeket bérletek. Vártam, hogy elém kötsz a teljes kék szempontja. Kérem ellenőrzésre. Nos, te hogy látod? Nem maradj bevállalni. Hát akkor most próbálok egy kicsit komolyan. Nagyon szeretem ezt a párost. Annyira friss dolgot hoztatok, ami szerintem nagyon-nagyon unikum. Az az érdekes, hogy külön-külön is szerintem fantasztikusak vagytok, de valahogy így együtt ti ketten egy, hát szokták mondani, nyerőpáros, szóval nagyon-nagyon jó dolgot hoztok ki egymásból, és az ilyenfajta találkozás szerintem nagyon-nagyon ritka a magánéletben is, szakmailag meg abszolút nagyon-nagyon ritka az ilyen. Úgyhogy én mindenki biztatnálok arra titeket, hogy szokták mondani, maradjatok együtt. A dal, a szerzemény az nekem nagyon-nagyon tetszik, nagyon közel áll hozzám, hogy ezt mindenképp megdicsérném, mert szerintem fantasztikus nóta. A hangszerelés az ahogy szól, amiket kitaláltál, az nagyon-nagyon friss, nagyon új, nagyon kell, szerintem a magyar könnyű zenében. Hát az éneklés az embertelen volt, egyetlen egy, még az a falzetos rész, attól egy picit úgy érzem, hogy félsz, Olivér. Attól nem kell félni, mert szerintem az neked simán megvan, de talán az az egyetlen egy volt, ami egy kicsit kizökkentett. Furcsa volt a rekesztés, de majd erről dumálunk. Nagyon tetszett, nagyon jók vagytok együtt. Köszönjük szépen, Ellenőr úr, akkor várjuk a pontszámokat. Miki elsősorban? 9. 9. Zséda? 9 nálam is. 9. Zsédától is Karamell. Én is 9 pontot adok, de remélem, hogy a jövőben fogok tudni egyel többet is adni. Köszönjük szépen, és végül Karesz. 9. 9 pont. Összesen 36, ehhez hozzáadjuk a nézői pontszámok átlagát, ezt már is látjuk, és elvégezzük az összeadást. Ez az 5-ös, úgyhogy köszönjük a nézőknek is. Összesen 41 pontotok van. Köszönjük szépen, egy 5-ös, egy pacsi, és találkozunk ott fent, jó?